4:08 múlt 6 perccel folytatjuk a ma reggelt, és most már tényleg nem sok van hátra. Ma újra becsöngetnek az ország valamennyi iskolájában. Több mint 1 millió diák kezdi meg az új tanévet. Mindjárt az oktatási hivatal elnök helyettesével beszélgetünk, előtte azonban nézzünk meg 3 vidéki helyszínt. Miskolc Embíró Liza, Debrecen Pincés Marian és Pécs Gál Orsolya, szervusztok. Elsőként akkor megyünk Miskolcra, ott több ezer általános iskolás tanuló kezdi meg a tanévet az állami fenntartású intézményekben és a felekezeti iskolákban. Embíró Liza mondja tehát a részleteket, szervusz! Jó reggelt kívánok, szervusz! No hát nálunk is becsengettek, folyamatosan érkeznek a kisdiákok ide a Szabó Lőrinc általános iskolába, amit szépen felújítottak, és hát azt láttam, hogy a gyerekek közül sokan, hát, hogy is mondjam, kicsit széles mosolyjal, mások pedig nagy sóhajjal búcsúztak el a szüleiktől. Hiába, nagy dolog ez, megkezdődik tehát az iskola, de akkor nézzük a számokat. Ugye, hogyha a Miskolci tankerületet nézzük, akkor mintegy 1300 kisdiák kezdheti meg tanulmányait a 31 állami fenntartású általános iskolában. Ez némi csökkenést mutat egyébként az előző évekhez képest, azonban teljes a kihasználtság a gimnáziumokban. Itt 770 kisdiák kezdheti meg tulajdonképpen tanulmányait a 6 állami fenntartású középfokú iskolában, és vannak még nálunk szakiskolák is, itt szakgimnáziumokra és hát szakképzőkre, szakközépiskolákra kell gondolnunk. 13 ilyen van szám szerint, ahol 1150 kisdiák kezdheti meg a tanulmányait ugye 9. évfolyamon az általános iskola után. A tankerületi központ vezetőjétől megtudhattuk, hogy a nyáron a tervezett felújítási, karbantartási munkálatok megtörténtek ezekben az intézményekben, és a tankönyvek is tervszerűen megérkeztek. Két érdekességről is be lehet számolni, méghozzá arról, hogy két iskolában, és itt segítségül hívom a papírmat, mozgás, játék, egészség és kompetencia fejlesztő programot fognak indítani az idén, és elindul egy mérési program is ebben az esztendőben, méghozzá azért, hogy a személyre szabott oktatás és nevelés rendszerét kiépítsék, és megalapoznák tulajdonképpen ezekben az intézményekben gyógypedagógusok és pszichológusok segítségével. Ezek tehát az állami fenntartású oktatási, közoktatási intézmények itt Miskolcon, a Miskolci Tankerületi Központban, de természetesen nagyon sok kisdiák, ugye legalább ennyi tanul egyházi és felekezeti intézményekben is. Elmondható, hogy a református, az evangélikus, a görögkatolikus, a római katolikus egyház is tart fenn intézményeket, valamint a jezsuita rend is. És még egy érdekesség a végére valóban, hogy ebben az esztendőben egy magániskola is indult itt Miskolcon, ott mintegy 40 kisdiák kezdhette meg tanulmányait. Megyünk tovább Debrecenbe, ott 30 ezer diák kezdi meg az új tanévet. A Csapókerti Általános Iskola előtt rendőrök és polgárőrök vigyáznak a gyerekek biztonságára. Természetesen nem csak itt, hanem városszerte fokozottan ügyelnek a biztonságos közlekedésre. És Marian, hogyha jól látom, egy ilyen forgalmas kereszteződésben vagy, szervusz! Szervusz, jó reggelt kívánok, így van. Hát nincs még 7:30, de az idejáró diákok nagy része már megérkezett. Hát vagy azért, mert túlságosan izgatottak voltak a gyerekek az első tanítási napon, vagy azért, mert előrelátóak voltak a szülők, és így szerették volna elkerülni a reggeli csúcsforgalmat, de sajnos itt a célegyenesben ezt nem tudták megtenni. Az operatőr kollégám segítségével láthatják a kedves nézők, hogy óriási dugó alakult ki, folyamatosan jönnek az autók mind a 4 irányból. Éppen ezért nem csak a szülők segítenek a diákoknak a biztonságos átkelésben, hanem egy rendőr irányítja a forgalmat, a gyalogátkelő helyeknél pedig a polgárőrök segítenek a kicsiknek. Ez már 2008 óta hagyomány, hogy Hajdú-Bihar megyében ilyenkor szeptemberben az első tanítási naptól kezdve egészen szeptember végéig nem csak reggel, hanem az iskola után is rendőri jelenlét van, pontosan azért, hogy épségben megérkezzenek a gyerekek, aztán pedig épségben hazaérhessenek. Természetesen ilyenkor nem a bírságolás a cél, hanem azért, hogy a gyerekek minél inkább biztonságban legyenek. Debrecenben egyébként több mint 30 ezer diák ült be, vagy vissza az iskolapadba, és sokan meg fognak lepődni, mert hát nyáron sem tétlenkedtek az intézmény vezetők, illetve a szakemberek.
A debreceni tankerületi központ minden intézményében például tisztasági festés volt, több iskolában, közoktatási intézményben járólapot, illetve parkettát, nyílászárókat cseréltek, és volt olyan intézmény is, ahol a tetőszerkezetet is javították, és a természetesen vannak olyan középiskolák, amelyek a debreceni szakképzési centrumhoz tartoznak, ott is eszközfejlesztéseket hajtottak végre, illetve épület és tanműhely korszerűsítéseket végeztek a nyári szünetben, úgyhogy valóban nem tétlenkedtek az intézményvezetők, és hát természetesen megérkeztek a tankönyvek is tervszerűen Debrecenbe is. Itt a Civisvárosban mi büszkék vagyunk arra, hogy a 12 millió tankönyvből 7 milliót itt Debrecenben az alföldi nyomdában nyomtattak, úgyhogy tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy az itteni diákok hazai tankönyvekből tanulhatnak a mai naptól kezdve. Debrecen után következzen Pécs, ott is a megszokottnál jóval nagyobb forgalommal, az iskolák körüli torlódásokkal lehet számolni, hiszen sok diákot a szülők szállítanak az iskolákba. A Baranyai megyeszékhelyen több intézmény is megújult a közelmúltban. Pécsről Gál Orsolya jelentkezik a részletekkel, tehát szervusz! Szervusz, jó reggelt kívánok! El kell, hogy mondjam, az elmúlt napokban nem sok olyan gyerekkel találkoztam, aki elkezdett volna visszaszámlálni, vagy ovációval várta volna a tanévkezdést úgy, mint ahogy korábban a vakációt, hiszen elkezdődik a korai kelés, a házi feladatok és a külön órák ideje. Pécset egyébként 58 ezer diák kezdte meg a tanulmányait, illetve kezdi meg a tanulmányait a mai napon. Itt is, ahogy az előző kollégák is mondták, rendőri irányítás mellett kezdődik az iskola, azért, hogy a megnövekedett autós forgalom miatt a következő egy hónap során biztonságban jöhessenek szülők és gyerekek egyaránt az iskolák környékére. Pécsett a nyáron egyébként 60 intézményt felújítottak. Volt, ahol tisztasági festést végeztek, volt, ahol karbantartást, volt, ahol egyszerűen csak dekorálták az osztálytermeket, a szükséges karbantartási munkálatokat. Például itt az egyes gyakorlóban, az iskola udvaron újra betonozták az udvart, mert a kinövő fáknak a gyökerei felnyomták azt, és ezt meg kellett úgymond reparálni, és baleset veszélyes volt emiatt a közlekedés. Több nagy, 100 milliós, sőt milliárdos beruházás is történt egyébként a Baranyai megyeszékhely iskoláiban. Megújult a Szent Mór iskola központ, teljesen megújult az épület, illetve egy teljesen új tornacsarnokot építettek hozzá. A református iskola központban egy teljes általános iskolai szárnyat építettek, és a Jókai utcai általános iskolában most az utolsó pillanatok vannak, a finishben vannak, és hamarosan ott is megkezdődik tehát a tanítás. Ahogy említettem, Pécset 58 ezeren kezdik meg ma a tanulást, Baranyában pedig összesen több mint 100 ezer diák. Vissza talán én sem számoltam annak idején, de úgy remlik, hogy ilyenkor én már azért vártam az iskolát, lehet, hogy a kisebbséghez tartoztam ezzel. Embíró Lizának, Pincés Mariannak és Gál Orsolyának nagyon szépen köszönjük. Kezdődik tehát az új tanév, hamarosan több mint 1 millió diáknak csengetnek be. Ahogy hallhatták, országszerte több intézmény is megújult, és számos kormányzati intézkedés segíti az új tanévet. Jönnek a részletek, Titon Illa. Így van, Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnök helyettesével beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önök is úgy várták az első becsengetést, mint itt az iskolások a bejelentkezésben? Hát nézem, mi egy hivatal vagyunk, mi várjuk a feladatot folyamatosan, és végezzük is. Mik az újdonságok idén? Hát én azt gondolom, hogy vannak bőven olyanok, amik a szülőket is érinthetik. Az egyik az mindenképpen ez a bizonyos korábbi magántanulói szabályozás megváltozása szeptember 1-től. Nem az intézményvezetők, az iskolaigazgatók azok, akik döntést hoznak most már arról, hogy a gyerek maradhat-e, vagy lehet-e magántanuló, hanem a kormány kijelölte az oktatási hivatalt arra, hogy ezt a döntést minden tanuló esetében meghozza. Úgyhogy az a gyerek létszám, aki jelenleg magántanulóként van benne a köznevelés rendszerébe, és otthon készül fel a vizsgákra, az évvégi félévi vizsgákra. Ezeknek is egyrészt felülvizsgáljuk a korábbi engedélyeit az év során, a most kezdődő tanév során, hogy a jövő tanévtől, tehát 2020-tól már a
átvizsgált dokumentumok alapján, az OHD oktatási hivatal döntése alapján legyenek magántanulók vagy sem, illetőleg azok, akiknél most a tanév közben merül fel a szülő álláspontja szerint, hogy valami nagyon megváltozott, tehát a gyerek olyan életmódot folytat, mondjuk, hogy kiváló, tehetséges művész, és rendszeresen turnézik akár mondjuk egy 16 éves tanuló már, és, vagy 17 éves tanuló. Vagy sportoló. Itt, vagy például sportoló, így van, tehát ő is kérheti majd az oktatási hivataltól ezt a engedélyt. Nyilván az OH a gyereknek az érdeke alapjából fog dönteni, tehát hogy a tanulónak a tanulmányai sikeres teljesítés, ez mi az alkalmasabb, az iskolába járás, vagy pedig a egyéni munkarend, most már ugye így hívják, hogy egyéni munkarend. Miért van szükség arra, hogy egységesítve legyen ez a bírálat? Hát nagyon sok olyan információ ért el különböző szakpolitikusokhoz, hogy az iskolák, az intézményvezetők nagyon egyenlőtlen logika mentén vagy logika nélkül döntenek. Tehát az egyik iskolába megadták a magántanuló engedélyt a múltba egy olyan gyermeknek, aki teszem azt, egész gyengén tanult, jobb lett volna, hogy az iskolában lett volna a helye, még a szülő is bizonyos értelme így értelmezte volna, de akár az iskola biztatta, hogy jó lesz neki a magántanulói státus, otthon ő föl tud készülni, kicsit problémás is esetleg, jobb, hogyha magántanulóként dolgozik. Úgyhogy ezek nem jó logikák, mert a gyereknek az érdeke a tanuláshoz való joga sérül, és ugye ezen próbálunk segíteni azzal, hogy egy viszonylag egységes keretrendszer mentén, egységes szabályozás mentén a gyereknek a tanulmánynak a folytatása szempontjából előnyösebb helyzetet teremtsük, hogy vagy iskolába jár rendesen, vagy pedig egyéni munkarend szerint készülhet fel. Nyilván ez a jobban tanuló gyerekek számára lesz, vagy az SN is gyermekek számára, ahol egy szakértői bizottság azt mondta, hogy számára jobb, hogyha a szakszolgálat támogatásával esetleg, de mégis otthon kontroll alatt készül a tanulmányokra. Aki ezután nyújtja majd be ezt a kérvényt, hogy ugye kérvényez ezt az egyéni munkarendet, az mire számíthat, hogyan zajlik majd ez az eljárás, a hivatal hogyan folytatja ezt le? Hát igazából, ha bárki felmegy az oktatási hivatal honlapjára, ugye szeptember 1-től megtekinthető a honlapunkon egy teljes részletes leírás azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennie, milyen formátumban, hova kell benyújtania, mikor, mire figyelve, mit csatolva ezt a kérelmet. Tehát nyilván mi azt fogjuk tenni, hogy a tanulónak a szülő által leírt kérelme alapján mérlegelünk a becsatolt dokumentumok alapján. Lehetősége van az oktatási hivatalnak arra is, hogy a törvényben felsorolt szervezetek, vagy szerveket, vagy szereplőket, inkább így mondom, hogy szereplőket, tehát akár az iskolaigazgatót megkérdezzük, akár a gyermekvédelmi szakszolgálatot a településen, tehát van lehetőségünk arra, hogy még véleményt kérjünk be az eljárási határidőn belül. A nyár utolsó heteiben, illetve most a napokban is több helyszínen szervez konferenciát a hivatal, ugye ez a tanévnyitó konferencia sorozat. Itt milyen témák kerültek előtérbe az eddig megrendezett rendezvényeken? Hát kb. A fele lement, a másik fele pont ezen a héten fejeződik majd be az országba. Hát ez több mint 20 helyszínen tartottuk, vagy tartjuk. Még pedig azért, hogy mindenhol a adott megyében, a megyében dolgozó intézményvezetők lássák azt, meg a fenntartók, tehát akár a tankerületvezetők, kormányhivatalok is, mint közreműködő szervek, szakképzési centrumok vezetői, tehát hogy lássák azt, hogy végülis mire lehet számítani a tanévben, milyen jogszabályváltozások voltak a nyáron vagy előtte, mi az, ami befolyásolja a tanév munkáját egy igazgatónak, egy fenntartónak. Melyek azok az új döntések, amelyeket már érvényesíteni kell az iskolai tevékenységbe? Melyek azok a programok, tehát akár érettségi vizsga, vagy akár a középfokú felvételi eljárás, vagy akár a tanulmányi versenyek, vagy akár a pedagógus minősítés, amire nekik hogyan, milyen ütemezésbe kell figyelni. Tehát itt részletesen minden megyében megkapták végül ugyanazt a halmazt, ugyanazt a tájékoztatást, hogy végül azon hiteles szereplőktől kapjanak pontos tájékoztatást a tanévi feladatékhoz. Óvodapedagógusok is, az iskolaigazgatók is, és a fenntartók is. Itt a legfontosabb törvényi változások, azok még mire kell odafigyelni, mire hívták föl az oktatásban dolgozók figyelmét? Hát ez egy viszonylag terjedelmes törvény volt, amit az országgyűlés elfogadott a nyár folyamán. De ebben például ugye a pedagógus sok esetében az intézményvezetőknek a pótlékrendszer átalakítása, hogy a pedagógusoknak a célfeladat elrendelésével kapcsolatos többletjuttatások lehetősége, a pedagógus minősítésben beépülő új kompetencia területek megnevezése, de ugyanígy mondhatnám akár az egyéni munkarendet, vagy majd a januártól hatályba lépő az óvodaiskola átmenethez kapcsolódó
új szabályozást, ahol szintén a várhatóan az oktatási hivatalnak lesz egy újabb feladata. Elnök helyettes úr, itt van egy következő dátum, szeptember 5-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Ezzel kapcsolatban mik a legfontosabb tudnivalók? Itt is mindig azt szoktam mondani, hogy az oktatási hivatal honlapjára menjen fel, akinek ez aktuálisan érdekes, mert ott van részletesen minden leírva, de egyébként az érettségi kapcsán az jó hír, hogy ebben a fél évben, ebben a vizsgai időszakban nem változik igazából semmi a megelőző időszakhoz képest. Tehát sem a jelentkezési procedúra, az eljárás, sem a követelmények, amelyekkel a vizsgázók szembesülnek, sem pedig a vizsgaszervezés módszert, hanem a vizsgáztatókat érinti. Egy biztos, szeptember 5-én éjfélig kell, hogy az, aki most ősszel kíván érettségi vizsgát tenni az őszi időszakban, október-novemberben, neki, hogy augusztus végén megnyitotta az OH jelentkezési felületet, meg a kormányhivatalok, neki szeptember 5-én lejár ez a határidő. Utána már csak rendkívüli esetre hivatkozva egyéni kiegészítő kérelemmel lehet fordulni a vizsgaszervező kormányhivatalokhoz, iskolákhoz. Elnök helyettes úr, köszönjük, hogy itt volt, és hát nagyon jó munkát kívánunk önöknek is az új tanévre. Nagyon szépen köszönöm én is.